Rengetegen dolgoztak otthonról tavasszal a koronavírus járvány első hulláma idején, és most a fertőzöttek számának újbóli emelkedése miatt ismét egyre többen állnak át a home office-ra. Miközben sokan kényelmesnek tartják, hogy nem kell kimozdulniuk lakásukból, úgy végezhetik munkájukat, ennek a formának is vannak hátulütői. A tömeges home office idején a rezsiköltségek megemelkedése mellett megszaporodott a kiégéssel küzdő munkavállalók száma, írja a cikkében a Pénzcentrum. Az Egészségügyi Világszervezet által ismert betegségként elismert burnout szindróma egy komplex jelenség, ami ismétlődő érzelmi stresszhez kötődik és a mentális és érzelmi kimerülés állapotához vezethet. Összefonódik a reménytelenség céltalanság érzésével és az értékrend felborulásával. Egyes szakértők szerint a kialakulásának folyamata 5 stádiumra épül. Az egyik az, amikor igazából még az ember még nincs benne ebbe az időszakba, és úgy gondolja, hogy egyfajta megfelelő erővel túl tud lenni valamin, és akkor egyfajta inkább egy túlzott bizonyítás, nagy lelkesedés és egyfajta intenzívebb fáradozás alakul ki. A második fázis az, amikor a realizmus fázisa van, akkor felismeri az illető, hogy bizony vannak korlátok. A harmadik, amikor tulajdonképpen már a kiábrándulás fázisába kerül, és a teljesítőképesség, az érdeklődés és a nyitottság is csökken. A negyedik fázis az a frusztráció, és az ötödik az apátia fázis. Mivel a home office ingerszegény környezettel társul, könnyen felborulhat az a fajta öröm és változatosság, ami a mindennapok során egyfajta motivációt jelent. Ez főleg akkor fordulhat elő, ha az illető nem rendelkezik megfelelő célokkal. A szakember szerint ugyanakkor az senki nem tiltja meg, hogy az otthoni munkavégzés során új célokat, érdeklődési köröket keressünk magunknak. A pszichiáter hozzátette, a burnout szindróma szorongás és depresszió között helyezkedik el a tüneteket illetően. Az érintetteknél hangulati változás, érdektelenség, türelmetlenség jelentkezhet. Az ítélő, koncentráló és döntéshozó képesség is megváltozhat, amit az emberi kapcsolatok is megszenvedhetnek. Ha a probléma jeleit észleljük, az interneten is könnyen segítségre lelhetünk. Sok felületen olvashatunk különféle technikákat. Érdemes megnézni azt, hogy milyen olyan inputjaim vannak, amelyek feltöltenek, amelyek jó érzést adnak. És ebben az esetben igenis meg kell egy picit azt mondanám, hogy az inputokat restruktúrálni csúnya szóval, tehát a rámható információkat, a rámható külső hatásokat érdemes átnézni, vagy egy baráti segítség is nagyon sokat jelent elbeszélgetni arról, hogy úgy érzem, hogy nincs kedvem a dolgokhoz. Nagyon sokat jelent egyébként maga a mozgás is, ha már itt tartunk. A főorvos szerint a kiegyensúlyozott magánélet mellett fontos a pihenés és a relaxáció is, de a kiégés orvoslása több annál, mint hogy kialusszuk magunkat. Az étkezésre is oda kell figyelnünk, fontos, hogy olyan dolgokat tegyünk, amelyek lebontása minél kisebb energiát igényel. Legyenek hobbijaink is, és elég időnk magunkra, amikor olyan dolgokkal foglalkozhatunk, amelyek örömet okoznak számunkra. Érdemes néha lassítani, átgondolni, mit teszünk a saját egészségünkért, milyen problémáink vannak, és képesek vagyunk-e letenni a gondjainkat. Figyeljünk magunkra, egy kifáradt, kiégett szorongásban és félelemben élő ember esetében ugyanis 90%-kal is csökkenhet az immunrendszer védekező képessége, ami a jelenlegi vírusos időszakban különösen veszélyes.